A Padlás című színdarabbal indította a 25. évadot a Tatabányai Jászai Mari Színház és Népház. Ez volt az első alkalom, amikor a színház önálló társulata bemutatkozott. A Padlás című zenés színdarab. Nagyon izgulunk, természetesen mindannyian, hiszen ez az első közalkalmazotti társulat első bemutatója, az első megmutatkozása, az első találkozása közönséggel. Ráadásul ugye a városból hívtunk meg erre a díszadásra kiemelten vendégeket. Itt vannak a patronosaink, a város vezetői, úgyhogy mindannyiunk számára ez egy nagyon fontos este, és ezzel indul el a 25. jubileumi évad. A jubileumi évad musicaljének első bemutatóján Schmidt Csaba, Tatabánya polgármestere elmondta, jelentős lépés a színház életében a társulat megalakulása. Most itt a jubileumi évadnyitó előtt azt láttuk a város képviselő testületében, hogy a tatabányaiaknak nem csak egy hely, hanem egy társulat is kell. Hiszen azt mutatták a számok, hogy a tatabányaiak megszerették a Jászai Mari Színházat, az új épületet belakták, és egyre inkább itt voltak az előadásokon, megtöltötték a nézőteret, hiszen 95%-os kihasználtsággal működött a színház. Újra kinyúlnak és megállnak végre a színház.